azt gondolom, hogy most a legfontosabb az lesz, hogy először is az alapokat gondolom a Laci megadja nekünk, és utána szépen lassan megpróbáljuk a taktikai dolgokat felépíteni. Egy nagyon fiatal társaságról van szó, kicsit furcsa is nekem, hogy én vagyok a legöregebb játékos. De én azt gondolom, hogy pont ezért van benne potenciális fejlődési lehetőség. És azt gondolom, hogy egy jó kohéziót fogunk alkotni, és tényleg egy olyan társaság fog kialakulni, aki küzd egymásért, akkor azt gondolom, hogy ezeket a Laci által kialakított taktikai kerettel együtt fogjuk tudni érvényesíteni. Hát természetesen tisztában vagyok azzal, hogy én vagyok itt az egyik, egyfelől a legidősebb játékos, meg talán az egyik legrutinosabb játékos, ezért nagyobb lesz rajtam a felelősség. Próbálom azért az évek alatt megszerzett tapasztalatomat és rutint átadni majd a fiatalabb játékosoknak, és amiben tudok, megpróbálok nekik segíteni. De tisztában vagyok azzal, hogy a célunk a 8 közé jutás, és ebből a szempontból rajtam is nagy felelősség van. Ez a Vasasban nekem már 8. lesz, a felnőtt csapatnál ugye volt egy kis kihagyás is benne, de ez most már 8. felkészülésem a Vasasnál a Lacival. Annyiban más, hogy most azért 6 új ember érkezett, végül is a Kristóf is kicsit új szerepkörbe lesz, lehet mondani egy hét, ebben biztos, hogy más, hogy egy kicsit talán több idő kell majd ahhoz, hogy összeszokjunk. Ennyi ember talán nem cserélődött itt ki egyszer az eddigiek folyamán, úgyhogy ebben biztos, hogy új lesz. De minden fog menni a megszokott kerékvágásban. Mindenképpen a 8-ba kerülést célozzuk meg, ez az alap elvárás, az alap célkitűzés, és akkor majd utána gondolkodhatunk tovább, ha ez megvan, de most ebben gondolkodunk elsősorban, és utána meglátjuk. Pozitív gondolatokkal érkeztem ide abszolút egyébként. Vártam már, hogy elkezdjük, azért elég hosszú volt a szünet. Voltak edzések is azért benne, de a pihenés volt inkább a jellemző, meg ugye iskolában is voltam. De abszolút vártam. Kezdésnek ez egy nagyon kellemes délelőtti edzés volt, egy szárazföldi mozgással egybekötve. Utána egy kellemes úszás volt, gondolom fog ez még azért keményedni is, de kezdésnek azt mondom, hogy ez tökéletes volt. Szerintem azért a Laci már elég sok felkészülést levezényelt az évek során, úgyhogy szerintem tudja, hogy mi kell a játékosoknak, de mi is azért már túl vagyunk jó pár nyári alapozáson, szóval nem fogunk szerintem minket meglepetés érni. Délelőttönként egy kondi edzés lesz, utána megyünk vízbe, heti 3-szor lesz szárazföldi edzés, ugye minden nap víz, első héten még csak délelőtt megyünk vízbe, ilyen rávezetés jelleggel, hogy senki ne legyen túlterhelve, illetve ne sérüljön meg senki, ezt én abszolút jónak látom, de fokozatosan fog erősödni az edzés, és szerintem megfelelő formában fogunk elérkezni a bajnokság rajtához. We'll be right back.